Felnőni a szó hétköznapi értelmében nem több, mint egyszerű biológiai folyamat. Felnőni egy feladathoz azonban egészen mást jelent. Olyan utat, amely nem ígér olcsó sikert, gyors hasznot vagy könnyen jött népszerűséget, és amelynek elején a vándornak egyebe sincs, mint lelkesedése és elhatározása, hogy saját útját követi, megvalósítva mindazt, amit arra érdemesnek tart. Ezért hát, ha az egyetem elmúlt egy évét tekintjük, úgy gondolom jó irányban haladtunk, és nem tértünk le az előre magunknak kijelölt útról. Nem csak megőriztük eddigi értékeinket, de eredményesen bővítettük is azok körét. Legyen szó a nemrégiben létrejött Gazdálkodástudományi Intézetről, aminek képzéseit a jelenlegi felvételi eljárásban már is nagy érdeklődés övezte, vagy a Szavária Egyetemi Központról, amely idén végérvényesen megtalálta helyét az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen belül, és a felvett hallgatók számában és felvételi pontszámában is jelentős növekedést ért el. Épp egy évvel ezelőtt volt az a szenátusi határozat, amely magát az intézetet létrehozta, és egy év alatt jutottunk el oda, hogy a gazdálkodástudományi képzési terület képzeletbeli dobogójának első három helyén találtuk magunkat, bármely alapszakunkat, illetve bármely mesterszakunkat tekintve, hallgatói létszám vagy hallgatói kvalitás tekintetében. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon jelentős éve lesz az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek, hiszen gazdálkodástudományi szakos hallgatókat fogadhat alap- és mesterszinten. Ahogy rektor úr is elmondta, egy nagyon jó év elében nézünk a Szavári Egyetemi Központban. Kiválóak az eredményeink. Tavalyhoz képest 26%-kal, nem hibás szám, 26%-kal emelkedtek a felvett hallgatói létszámunk, és azt is elmondhatom, és ez külön büszkeségre ad okot, hogy a hallgatói létszám emelkedés mellett nagyon erős pontszámemelkedés is történt, míg az integrációnál 308 pont volt a bekerüléshez szükséges átlagos minimális pont, most 352. Ez úgy gondolom, hogy már az ELTE minőségi normáknak is megfelel, tehát Szombathelyen 26%-kal több hallgató kezdi meg tanulmányait, akik kifejezetten nagyon jó minőségű hallgatók. Mi azon leszünk, hogy bármilyen problémára megoldást találjunk, mert hiszünk abban, hogy egy eltés polgárnak nem létezik lehetetlen. Remélem, hogy hamar megtaláljátok a helyeteket az egyetemünkön, kívánok nektek rengeteg sikert, felejthetetlen élményt, igaz barátságot, sok erőt, hogy mindenből ki tudjátok venni a részleteket az eltés éveitek alatt, ami számotokra fontos. Az egyetemünkön kialakult hagyomány szerint a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen nyújtjuk át azokat a kitüntetéseket, amelyeket az egyetem szenátusa adományoz az egyetem oktatóinak, dolgozóinak és munkatársainak kiváló munkájuk elismeréseként. Idén ünnepelhetjük sportegyesületünk, Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub, közismertebb nevén a BEAC, fennállásának 120. évfordulóját. Mivel ez idő alatt a klub mindig egyetemünk tanárai, professzorai és rektorai közül választott magának elnököt, az ő munkájuk tiszteletére állítunk ma emléket a klubbal közösen emléktábla formájában. Ünnepi szenátusi ülésünket követően rektor úr, az egyetem szenátusa, a hallgatói önkormányzat és az ELTE alumnuszai megkoszorúzzák egyetemünk alapítójának emléktábláját és névadójának szobrát, így módon tisztelegve személyük és emlékük előtt. A 2019-es tanév intézményünk névadójának, Eötvös Loránd halálának a 100. évfordulóját jelenti. Ezért hát a 2018-2019-es tanévet az ő személyének, az ő emlékének szenteljük, egész éves rendezvénysorozattal megemlékezve a nagyszerű tudósról, politikusról, egyetemi tanárról,